nem volt jelentős változás a téli szünetben a nyírbátori futballcsapatnál. Az már az őszi szezon végén eldőlt, hogy Ambrus Árpád megbízott edzőből teljes jogú szakvezető lép elő, a keretből ketten távoztak, helyükre három új futballista érkezett. Török István és Gári Hárpótlására három cigándi játékos szerződtetett a klub. Rossell Robert, Kincel Ervin és az NB 1 es múltal is rendelkező Sipos Tamás a vezetők reményei szerint erősítés jelent tavaszra. A bátoriak hat edző játszottak, az ellenfelek között volt NB 2-es, NB 3-as és megyei első osztályú együttes is. Úgy gondolom, hogy eléggé nyugodt felkészülésünk volt, most a viszonylag a játékos mozgás is kisebb volt, mint a tavalyi tél folyamán. A lehetőségeink azok maximálisan adottak ahhoz, hogy, hogy, hogy jól felkészüljünk a tavaszi bajnokságra. Nyilván olyan reményekkel válunk neki, hogy biztosan benn maradjunk. A nyírbátor a 11. helyen várja a folytatást, tekintve, hogy a másik két csoport végeredményétől függően öt vagy 6 csapat esik ki a kereti csoportból, minden pontra szüksége van tavasszal Ambrus Árpád együttesének. A sorsolás úgy alakult, hogy a nagyobb riválisainkhoz a tavaszi folyamán mindenkihez megyünk, és a táblázat első felé helyet foglaló csapatok pedig hazai pályán fogunk küzdeni, tehát mindenki ellen úgymond parázs és okozott hangulatú mérkőzésekre számítunk. A edzőmérkőzések alapján én úgy gondolom, hogy mindenki ellen győzelmi léphetünk pályára, és nem fogunk senki ellen visszaállni, hanem inkább a támadó futballt részesítjük majd előnyben. A Nyírvátori FC vasárnap 11 órai kezdettel a tabella végén pont nélkül álló Újpest 2 ellenlép pályára. A forduló további párosítása a következő, Jászberény tája, Tiszaújváros Reac, Salgótarján 60, Monor, Rákosmente ASK, ESMTK Hajdúböszörmény, Putnok MTK 2, BKV Előre Kazincbarcika és Debrecen 2, Diózsgyőr 2.